Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Szakelmetál autóalkatrész. Nem tudom, neked nyaralás közben szokott lenni olyan nagy megérkezés pillanat, például amikor egy kis görög faluba odaértek, és akkor megcsap a gyrosz illata, és akkor tudod, hogy megérkeztél. Vagy leszállsz a Blahán, és cigit tarhálnak tőled, és megérkeztél. Na, nekem az amszterdami megérkezés pillanatom az volt, amikor egy rózsaszínhajú szakállas fazon majdnem elütött biciklivel, mert Westhamre a bicikli úton mentem. Na most hozzáteszem, kizárólag a bicikli útra tudtam kiszállni, ugyanis úgy volt megoldva a reptéri transfer parkolója, és Amsterdamban kihívás nem bicikli úton menni. Ezért is hoztak ide minket, hiszen a Yamaha itt mutatja be az új városi bringáit, egyből a kettőt, mert hogy ennél hitelesebb helyen egyszerűen nem is tehetné. Szóval eljöttünk Amsterdamba, és tekerünk egy jót! Egy kicsit rámentek erre az Amsterdam életérzésre, és ha jól érzékelem, akkor egy ilyen diákposztelt rendeztek be nekünk a nagy termék bemutatóra. Ott egyelőre még csak a képen látszanak a bringák, amiket be fognak mutatni, de van pingpong, szerintem hamarosan lesz sörpong is, van biliárdasztal, és ilyen kis falatkákat szolgálnak fel. De tényleg, mintha egyetemistaként nem csóróként jöttem volna ide, nagyon furcsa érzés. Amsterdam egy olyan hely, ahol gyalogosként másodrendű állampolgárnak érzem magam, és 182 centivel pedig alacsonynak. Nagyon-nagyon oda kell figyelni, mert autó nem fog elütni, abban biztos vagyok. De abban, hogy egy bringás átmegy rajtam, az szinte tuti. És tényleg, ugye Budapesten bringával kerülgetem a járókelőket, így gyalogosan kell kerülgetni a bringákat. Szóval az amsterdamiek 63%-a rendszeresen közlekedik biciklivel, és a város bringa útjainak, valamint bringás ösvényeinek, ugye ezek az aszfaltra felfestett ilyen elszeparált részeknek az ősz hossza az 767 kilométer. 10 000 biciklis parkolóhely van városszerte, amit nem tudom, hogy mennyire használják őket, mert ahogy itt most itt békéssel haladok, bicikli, 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 tényleg. Nagyon durva, aki még nem járt itt, azt szerintem el sem tudja képzelni, hogy itt tényleg mindenki biciklizik. Azért szeretnék, hogyha az embereknek minél kellemetlenebb lenne autózni, tehát hogyha kiszállnának az autóikból. Itt Amsterdamban, tehát tényleg egy 800 000-es városról beszélünk, mondjuk fel akkora, mint Budapest, egy lakosság számát tekintve, több mint 900 kilométer a 30-as zónáknak a hossza. Tehát nagyon-nagyon kellemetlen autózni, amúgy jellemzően jó autókkal járnak. Előbb még láttam egy Mustang Mach-1-et is, márhogy a régit, az ős Mach-1-et. De hát ez nem az a környék, ahol szívesen birtokolsz ilyet. Ügyesen csinálja a Yamaha, mert egy platformmal kapásból két terméket is megold. Ugye, ha ránéz az ember felületesen erre a két bringára, akkor tulajdonképpen nem lát köztük különbséget. Stimmel a villa, a váz, a csomagtér kialakítás, meg még egy csomó minden. Viszont ugye van a Booster Easy, ami egy e-bike a rá vonatkozó szabályokkal, tehát 250 watt rásegítés, 25 km/h, és itt van a Booster Easy nélkül, ami egy S-pedelek, vagyis speed pedelek, tehát erre nem vonatkozik ez a fajta megkötés, 45 km/h lehet vele haladni, hát olyan 35-40 között érzi magát igazából jól, ki lehet belőle erőltetni a 45-öt is, csak nem annyira kellemes, és ugye ennek emiatt már van rendszáma, mert hát ugye ez olyan szabályozásba esik. Különbség még, hogy itt egy sima trekking fokozatmentes agyváltónk van, nagyon jó használni mellesleg. Itt viszont egy hevidati agyváltó van, nyilván azért, mert nagyobb a nyomaték. Az agyváltó egy városbiciklin a legeslegjobb dolog, főleg amikor az ember odagurul a lámpához, és amikor megáll, akkor egész egyszerűen csak visszacsavarja, és egyből jó áttételben van. Felmerül a kérdés, hogy mi a francnak egyáltalán váltó egy elektromos bringára. Nem az a lényeg, hogy végtelen a nyomatéka? De csak hogyha az autóddal is mindenhova hatodikba akarnál menni, úgyhogy reggel behúzod fokozatba, és majd este kiveszed, akkor az nagyon hamar megmakkanna. Ugyanez igaz a bringára is. Tehát hiába van benne rásegítés, érdemes mindig úgy állítani a fokozatot, minthogyha rásegítés nélkül tekernénk. Nekem amúgy nagyon tetszik a bicikli. Egy pici hátránya van, hát most van benne egy villa,
Nem tudom, hogy a négy szolos gumik mellett miért van rá szükség. Az én boosteremen már egy picit lógott, és emiatt olyan kellemetlen érzés volt vele kanyarodni, mert itt kottyant. Tök jó ötlet például az is, hogy ide be lehet rakni egy műanyag betétet, és akkor ez itt ilyen kis tárolóvá válik. Csomagrögzítési pontok vannak, 160 kilóval lehet megterhelni, nyilván ebben már benne van a bringás is. Rakhatunk rá előre ilyen kis kosarat, mint amivel E.T.-t vitték a filmben. És a nyereg is sokkal, de sokkal kényelmesebb, mint azt az ember elsőre gondolná. Amsterdamban 821 ezer lakosra jut 1,2 millió bicikli. Látjátok itt a hátam mögött? Tehát nem lehet úgy mozogni, hogy ne lehessen. És nagyon sokan úgy a bringalopás is 100 ezer biciklit lopnak el évente. De ha már meglepő statisztikák és számok, éves szinten Amsterdam csatornahálózatából 25 ezer biciklit halásznak ki, amik így beleesnek, beledobják őket részegen, bulizva, stb. És hát van honnan, tehát 165 csatorna alkotja a város csatornahálózatát, és ezen több mint 100 kilométeren keresztül megoldott a közlekedés. Tehát szerintem nagyjából minden házhoz tartozik egy vagy két csónak. Akárhányszor meglátok egy ilyen Gusta Ennát, mindig arra gondolok, hogy de jó lenne felmenni vele szerpentinezni a helyi hegyekbe. Na hát Amsterdamban ez nem fog megtörténni, ugyanis az ország jelentős része a tengerszint alatt fekszik, és az is az egykor a tengertől elhódított terület, ezért ilyen hatalmas gádakkal és védművekkel védekeznek a víz ellen. Szerintem azért is álltak rá ennyire a bringázásra, mert ha valakinek, akkor nekik nagyon hevesen kell küzdeni a globális felmelegedés ellen, ugyanis, hogyha tényleg elszabadul a tengerszint, akkor itt bajok lesznek. Hatalmas poén, a körútnak része egy pompozás, amire nyilván biciklivel álltunk föl, mint az itteniek többsége. És átkerünk ezen a folyón. Kapásból itt van egy a már tegnap emelgetett cargo bike, vagyis ilyen teherhordó bringa. Elől van benne egy ilyen habszivacs betétes tároló, és mondom, van, aki két gyereket ültet bele, van, aki a bevásárlást teszi bele. Nekünk ez itt most olyan technikai kiszolgáló jármű. És ugye nem csak ebben térünk el a hagyományos autós sajtóutaktól, hanem abban is, hogy valahogy bizony meg kell csinálni a követős képeket. Na most az autós bemutatókon ilyenkor egyszerűen kinyitják egy kombi hátulját, aztán pedig fotóznak. Na, itt ez is bringáról történik. Úriember, a fotós, aki jött túl a kis kocsin, és egy villanybringával húzzák, hogy elkészüljenek a képek. Meg a videók. Az ott az Ádám kilátó, ami hát nem is azért érdekes, mert belátni róla egész Amsterdamot, bár amilyen domborzata van Hollandiának, majdnem egész Hollandiát belátni róla, hanem mert a szélén van egy ilyen nagy hidraulikus hinta, mint mondjuk a Burzsliban, csak ez éppen ilyen nagyjából 100 méteres magasságban, ezzel Európa legmagasabb ilyen peremre épített hintája. Ez itt a hátam mögött a Heineken Múzeum, ahol hát legnagyobb sajnálatomra nem fogunk bemenni, mert lehet szeretni a Heinekent, lehet nem szeretni a Heinekent, de ez az épület, és ami benne van, az egy elképesztő show, mindenképpen látni kell. Én pár éve voltam benne. Amúgy nyilván van pénz, hiszen a világ harmadik legnagyobb sörkészítője. 125 sörgyára van 70 országban, azt hiszem, tehát meglehetősen nagyban játszanak, hát nyilván itt meg nemzeti kincs. Nyilván, hogyha Amsterdamról van szó, akkor a tekerésen kívül a másik nagyon érdekes dolog, az a tekerés. Vagyis, hogy itt legális a marihuána, ami az egyik legnagyobb tévedés, mert nem az dekriminalizált, vagyis kis mennyiségű fű tartása, fogyasztása, eladása, az még belefér. De például a coffee shopok, ahol ugye ez nagyüzemi módon történik, ott nem. Tehát az oda bekerülő cannabis, az bizony illegális forrásból származik,
csak a brutális adóbevételek miatt, amit aztán állambácsi ártalomcsökkentésre és megelőzésre fordít, egész egyszerűen elnéze fölött. Néha azért piszkálgatják ezt a dolgot, mert ugye nagyon sok probléma adódik azokból a turistákból, akik nem képviselnek nagyon komoly vásárlóerőt, csak ide akarnak jönni betépni. Ezért például volt olyan tervezet, amiből előbb azt mondta az egyik coffee shopban az ott dolgozó, hogy nem lett belőle semmi. Szóval volt olyan tervezet, hogy az idejáró turisták nem vásárolhatnak majd tudatmódosítókat, csak az, akinek bejelentett amszterdami lakcíme van. De hát nyilván, még egyszer mondom, az adóbevétel az nyilván megnehezíti ezeknek a döntéseknek a végigvitelét. Viszont például két héttel ezelőtt hoztak egy olyan törvényt, hogy már nem szabad az utcán szívni, ami hát nyilván üdvözlendő. Német kolléga sem veszi nagyon komolyan az életet. Nézzétek! Say hello! Nem tudom, látszik-e a felvételeken, remélem visszaadja, de ezek a régi házak Amsterdamban egy kicsit mind úgy néznek ki, mintha így össze-vissza dőlnének. Ami azért van, mert igen, össze-vissza dőlnek. Ugye, ahogy arról már szó volt, Amsterdam területének jelentős részét azt a tengertől hódították el. Ezért ezeket a házakat cölöplábakra állítják. Na most ezeket a cölöpöket 3-400 évvel leütötték, ezek még akkor fa cölöpök voltak, és 11 méter mélyre kellett őket leütni, hogy ne csak ilyen nyírkos iszabba, hanem rendes, kemény, szilárd talajba tudják átvinni a terhelést. Itt nagyon jól látszik a dübledezés. Na most ezek az oszlopok idővel elfáradnak, ugye nem adtak 300 év garanciát rá, és emiatt a házak így megsüllyednek. Szintén probléma, hogy ugye a házakat, hogy statikailag egy kicsit stabilabbak legyenek, egymás mellé építik. Na most, hogyha valamelyiket renoválják, és esetleg egy kicsit mozdul, akkor a mellette lévő ház is mozdul, hiszen támaszkodnak egymáson. Ma már amúgy acélcsövekkel dolgoznak, és ezeket az acélcsöveket feltöltik betonnal, és most már leütik őket 18 méter mélyre, hogy még stabilabbak és tartósabbak legyenek, de hogy egy kicsit a csatorna tematikájához is hűek maradjunk, nagyon körülnézek, hogy ne üssön el egy bringa se, de higgyétek el, meg fogja érni, hogy átjutok az úton. Ha valaha átjutok, basszer, mennyi bringás. Nézzétek azt a DS-t! Úristen! Egy ilyen korú és értékű veterán, csak így itt kint az utcán. Ami félelmem volt, az az, hogy a négy szolnyi gumival majd mindig megveszetik a nyomvájuk, igazából nem, valószínűleg jó a profil, jó a mintázat, és kiszúrtam még egy érdekes különbséget, ugye a hagyományos bringen, tehát nem csak 25-tel tud menni, azon egy dugattyús féknyereg van, még itt már négy dugattyús, elég dráma, ilyen lehet is vele lassítani. Ugye erre szükség van, hiszen ezek a bringák nem csak gyorsabbak, tehát nem csak nagyobb tempót tudunk vele fenntartani permanensen, de nehezebbek is. Mind a kettőben ugyanaz a 630 wattórás akkumulátor van, és hát nagyon nehéz megállapítani, hogy pontosan meddig elég, hiszen ez függ a domborzattól, meg függ attól, hogy mi mennyire állunk bele a tekerésbe, de nagyjából egy ilyen 60 és 110 km közti hatótávot ígérnek a bringákra. Ugye a hagyományosnak egy ilyen régebbi stílusú, kicsit már elavult kijelzője van, míg az S-pedelek az kapott egy szép, nagy, modern, színes kijelzőt, animációval, mindennel. Kicsit darabosnak, meg Bumfordinak hat, az benne a legnagyobb királyság, hogy még erős napsütésben is tök jól olvasható. Ami a dizájnt illeti, nagyon érdekes, hogy a Yamaha BV és az MBK Booster alapján találták ki ezt. Amúgy a sziluettbe egy kicsit tényleg belelátni azokat a motorokat, és ugye azoknál az volt az elképzelés, hogy tesznek rá egy ilyen nagy buci gumit, hogy az ember leugorhasson bele a partra, legalábbis ez volt az egyik dizájn irányelv. Hát ez nem az a partra leugrálós bringa, bár nyilván azért valamiféle lazatalajt meg lehet oldani ezzel a mintázattal. Ez inkább csak a kompaktság miatt lett ilyen. Tehát ezek a biciklik azért ekkorák, hogy könnyű legyen őket mozgatni, forgatni. Masszív stander van itt, van fogantyú a nyereg mögött, nagyon jól arrébb lehet őket rakni. A Yamahának a rásegítős rendszereit már nagyon sokféle bringában próbáltam, hiszen nem csak saját bringáikba teszik, de beszállítanak másik parági szereplőknek is. Teljesen jól működik,
azt próbálnám ki nagyon szívesen, hogy meddig lehet vele menni, hogyha az ember takarékosan közlekedik, mert most nyilván itt ebben az őrületben, ami itt van Amsterdamban, mi jellemzően csak turbóban mentünk vele, tehát a legerősebb rásegítési módban. Megkérdeztem amúgy az egyik mérnököt, hogy ha már úgyis ilyen egyszerű, gyors, környezetbarátvárosi közlekedési eszköz kell, akkor miért nem egy sima gázkaros villanyrobogó? És azt mondták, hogy azért, mert ezzel az emberek azt érzik, hogy egész egyszerűen nagyobb szabadságuk van a közlekedésben. Magyarországi átlagkereset mellett, amikor az ember meghallja, hogy az S-pedelek, tehát a gyorsabbik 3700 euró lesz, az olcsóbbik, a hagyományos, az pedig 3300, akkor azért erősen elgondolkodik rajta, hogy úristen, kinek van erre pénze. És hát sokaknak. A Yamaha onnan indította a fejtegetést, hogy a társadalom jelenleg 72%-a él városokban, 2050-re ez a szám 84% lesz. És például itt, Amsterdamban, ahol ugye a bringások erősen felülreprezentáltak, az újonnan eladott bicikliknek az 52%-a már pedelek. Na most két dolog látszik nagyon jól, hogy egy ekkora városban, ami ennyire zsúfolt, és azért tegyük hozzá, hogy ennyire lapos is, mert nyilván a domborzat hiánya az nagyon-nagyon sokat számít abban, hogy itt az emberek biciklizni akarnak, mert hogyha minden nap meg akarnák mászni a Gellért hegyet, hát akkor lehet, hogy kevésbé lenne kedvük hozzá. Ezt ők is kiemelték. És hogy hol tart ehhez képest Magyarország? Na, hát Magyarországon eladott új bicikliknek még csak a 8%-a e-bike, tehát kis csúsztatással mondhatnám azt, hogy minden tizedik. De most tekintve, hogy nem a Mediterráneumban vagyok, ahol évi 250 napot jó idő van, hanem itt vagyok fönt Hollandiában, ami nagyon csapadékos, hideg és kellemetlen is tud lenni, igazából az látszik, hogy az élet tökéletesen megoldható kerékpárral. És hát nyilván mindenki tud hozni egy érvet, hogy neki miért kell autóznia, de azt gondolom, hogy itt nagyon jól látszott az, hogy nem kell.